Végre valahára 2023. augusztus 18-án megjelent a Talking Heads Stop Making Sense koncertalbum a vinilen. Hogy miért örülök? Mert annak idején csak egy kivonatot adtak ki vinilen, majd a teljes anyagot más formátumokon lehetett megvásárolni vagy meghallgatni. Kezdem a negatív benyomásaimmal. A borító elég snasz lett. Ha már közel 40 év után kiadunk egy évfordulós lemezt, akkor elvárnám a minőségi grafikai munkát, vagy legalábbis valami eredetiséget, hiszen az eredeti borítón egy közeli kép szerepel David Byrne-ről, plusz a szöveg és egy lemez. A kép lekerült, a lemez maradt, és a szöveg is. Emellett egy szimpla borítót kaptunk, nem kihajthatót. De ennyi talán a negatívum, amiről tudok beszélni. A pozitívum, hogy kaptunk egy kis képes füzetet, még nem látott fotókkal, maga a kivitel és az összeállítás elég igényes. Az album két darab 180 g-os korongra fért fel, és egyből kaptunk két plusz tracket is, ami azért nem jelent meg sehol ebben a formában. Az egyik a Cities, a másik pedig a Big Business Izimbra. A lemezt Németországban készítették, ami elég furcsa nekem abból a szempontból, hogy a kiadók szeretik annyival elintézni, hogy Made in EU. Általában a legtöbb ilyen Made in EU-s lemez Csehországban készül, de most kimondottan örültem, hogy német kiadás lett, mert a cseh gyárban mostában voltak minőségbeli problémáim. Első és többszöri hallgatásra is az a véleményem, hogy ez egy nagyon szépen kevert és legyártott lemez. Nekem egy 1984-es szintén német kiadású lemezem van, ami elég szépen szól, de ennél a verziónál sokkal részletesebb a zene. Plusz, ugye, sokkal bővebb is. A színpadi képen is szépen elkülönülnek a hangszerek és harmonizálnak is egyben. Rengetegszer hallottam már ezt az albumot lemezen, Blu-ray-en és streamen, de ebben a kiadásban van némi potenciál, és nagyon elégedett vagyok a vétellel. Sajnos itthon nem nagyon volt promója ennek a lemeznek, én is a YouTube-ról értesültem teljesen véletlenül, hogy Amerikában újra játsszák a koncertfilmet, a mozik, és megjelenik újra a korong. Úgy kellett egy ismerősömön keresztül beszereznem külön, de teljesen megérte. Ha érdekel a Talking Head zenéje, és még annyira nem ismered, akkor hallgass meg ezt az albumot tőlük. Spotify link a leírásban. Ha érdekelnek az ilyen és ehhez hasonló tartalmak, kövesd a csatornámat, de addig is mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéire.